Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Önök a Rádió Kabarét hallják. A mikrofonnál Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Kedves közönség, a minap lementem vásárolni és ügyeket intézni, elhaladtam egy építkezés mellett, és azt láttam, hogy a melósok ülnek a földön és esznek. Egy óra múlva jöttem vissza, de még mindig ültek és ettek. Fél óra múlva megint elmentem otthonról, minő meglepetés, a melósok még mindig ülnek és esznek. Na mondom, magamban ezek olyanok, mint a kereskedelmi tévék, meg ahányszor oda kapcsolok, mindig reklám van. Úgyhogy meg is kérdeztem az egyiket, hogy na, ragudjon már, de önök szoktak dolgozni is, vagy egész nap csak esznek? Rám néz, azt mondja, ma reggel azt mondta a főnök, hogy mi mindent rosszul csinálunk, úgyhogy megsértődtünk, és most éjségsztrájkot tartunk. Mondom, na, ragudjon már, hogy lehet úgy éjségsztrájkot tartani, hogy folyamatosan esznek? Mire a melós? Úgy tűnik, igaza van a főnöknek, mi mindent rosszul csinálunk. Valószínűleg Varga Ferenc Józsefet is megihlette néhány melós, ezért megírta Munkálatok című jelenetét, melyet előad a szerző és Aradi Tibor. Jó helyen bontottuk fel a betont? Szerintem. Honnan veszed? Nem tudom, megérzés. Ássak még? Na, pláne, hogy még el se kezdted. De milyen mélyre kell ásni? Nem tudom, nem mondták. És minek ásunk? Nem tudom. Akkor honnan tudod, hogy ásni kell? A Laci mondta. És neki ki mondta? Nem tudom, nem mondta. És az se, hogy minek? Miért? Nem mindegy. Kifizetik, az kész van. És te nem akarsz ásni? Hát én már ástam. Mikor? Tegnap. Hol? Attila utcában. Ott minek? Nem tudom, mondták, hogy ássak, én meg ástam. Biztos építenek valamit. Honnan veszed? Onnan, hogy ma ott elmentem mellette, és ugyanúgy áll még mindig, ahogy hagytam, meg ahogy én kiástam. Akkor csak építenek valamit. Igen. Akkor itt is biztos építenek valamit. Ezen a 3 négyzetméteren micsodát? Nem tudom, még arást, vagy valami komplexust, vagy micsodát. Na, lehet, nekem mindegy, ássunk, az kész. Jó. Engedd el a hölgyet, mert nem fér el a légkalapástól. Kiskedi csókolom, Láttad, Spinkó milyen arcokat vág? Igen, mindig csak hőbörögnek, ahelyett, hogy örülnének, hogy mennyi szép létesítményt létesítünk itten létesítünk. Hát a múltkor is, állakodtam, hogy nem álltott el ára, mert voltak, hogy az élet volt. Azt mondja nekem, hogy én ezt már egyszer mesélted. Csak akkor más volt a vége. Mit tudom én, már annyi ilyen izéje van itt. Menj az idő. Ha, mindjárt ebédidő. Ja, 9:30, akkor csináljunk valamit. Hát én közben haladok, szépen kiástam. Csak olyan, mint egy homokozó az óvodába. Csak annak nincs ilyen gázszaga. Hát, ha mi építjük. De hogy itt milyen forgalom van ma, áll az egész utca. Ja, oda nézd, milyen hosszú villamos. Ez az a fonódós? Az átjött ide Pestre. Mi, nem Budán vagyunk? Nem tudom, nem mindegy. Itt a fonódós villamos, az kész van. Csak akkor miért van közben 3 busz is? És ez a sok autó a sorba. Igen, hogy dudálnak? Te, ez nem is villamos, ez egy dugó. Jó. Várjál, csörgök. Szabasz, Antikám, mi van, mondjad? Itt vagyunk a Soroksári út és a Bazilika kereszteződésében. Fő van ásva már szépen, még a gáz is szivárog. Jó, megcsináltam. Nem itten kellett volna? Hát azt mondtátok. Na jó, akkor megyünk át oda. Na, szavasz. Na, mi van? Rossz helyen ásunk. Néztem is, hogy a sínem meg kicsivel mellette. Na, gyere, átmegyünk oda a Varotténénél utcába. Az hol van? Ott a idő mellett. Ja, tudom, Budán, igen. Ott a fonódós, ahol megy. Na, de itt meg áll a forgalom. Most mi legyen ez az építkezéssel itten? Körbekerítjük, azt majd hónap vagy a jövő héten betemetjük. Jó? Jó.
Ne próbálj meg vicces lenni a rendőrrel igazoltatáskor, mert drágább lesz. Néhány éve egy igazoltatás során odalépett az autómhoz a rendőr, azt mondja, tudja, hogy miért állítottam meg? Mire én? Maga állított meg, azt hittem a fék. Mire a rendőr rám nézett, nagyon vicces. Hagyjuk meg a vicceket a humoristáknak. Budai Gábor Zsarusztorik című jelenete következik, és azok előadói név szerint Balsai Móni, Ágoston Péter és Kerekes József. Telefonos bejelentés. Jöjjenek már ide ki a tér melletti kocsmához, verekednek! Pontosan melyik kocsmához? Már nézem is, ki van írva villogó fénnyel, open! Ide jöjjenek! Brad Pitt és Angelina Jolie forgatás kis hazánkban útlezárással. Jön a 80 éves nénike. Csókolom, itt most nem tud átmenni, kerülni kell. Tudom, aranyoskám, hát itt forgat a Pittné Jolika. Balra kanyarodni tilos tábla ellenére a rendőrautó előtt haladó kocsi befordul balra. Megállítják, mire a hölgy kérdezi, hogy mi a baj. Az ott milyen tábla, hölgyem? Jaj, balra kanyarodni tilos, de át van húzva. Részlet egy baleseti helyszín előjelentésből. A személygépkocsi tehénnel ütközött. A baleset következtében a tehén menetirány szerinti jobb szarva letörött. Jelentés állatlopásról. Az eltulajdonított kosnak különös ismertetőjegye, hogy térdigérő szép nagy töke volt. Nyelvzseni járőr a török kamionosnak, aki anyagi káros balesetet okozott. No, Yusuf, no, no, itt a papíren azt írjad, name, adresse. Na de gyöngybetűkkel! Tankolás után egy bátortalan hang jelentkezik be a rendőrautóba szerelt rádión. Halló? Halló? Ki maga? És hogyan tud forgalmazni a rendőrségi csatornán? Hát én vagyok a benzinkutas, itt hagyták a rádiót. Éjszakás műszak végén reggel az őrsön kérdezi a parancsnok. Na, mi volt éjszaka? Semmi, főnök, nyugis volt minden, csend, rend, fegyelem. Aha. Ti meg az erdőben döglöttetek az autóban, mi? Dehogy is, főnök, mi? Akkor mondjátok már el, hogy a csiga hogyan mászott fel a kocsi motorház tetőjére menet közben? Rendőri jelentés részlet. Elhunyt honfitársunk, harmadszori csengetésre sem nyitott ajtót. Amikor a költő rendőrnek áll és balesetet helyszínel. Uralmát elveszté a jármű felett, mely így az árokba borult, és kerekei az eget fenyegették. A bíró, a nyelveket beszélő kísérőrendőr és a bangladesi. Tolmács útján kérdezzék meg a bangladesi ügyfelet, hogy kéri-e a végzés bírósági felülvizsgálatát. Bírónő, nincs tolmács. Majd én megkérdezem, tudok angolul. Hé, Banglades, problém? No problem. Nem kéri a végzés bírósági felülvizsgálatát. Az idei majálison az egyik pecsenye sütő stand előtt a következő feliratot láttam. Okos cigány pecsenye. Megkérdeztem a szakácsot, hogy ugyan mi az az okos cigány pecsenye, mire így válaszolt, azért okos, mert ismer minden magyar nótát. A következő jelenetben a május fállítás rejtelmeibe vezet be minket a rádió kabaré legendás Jolikája, aki természetesen maga az író formál meg itt a színpadon. Következik Bach Szilvia.
elzabasított. Anyuka rágta a fülem, hogy idén állítsunk már májusfátot. A mondok neki, hogy azt a előbb azért megillenék kérdezni a Jennifer kétől, az egyszem középső lányomtól, hogy akarja-e, hogy kérő avászkodjon a házhoz, mert úgy vettem észre, hogy így a mai csajok nem igen akarják, hogy valami hereferi csesztesse őket egész nap, érted? Hát inkább csak így összeállnak, mint két kicsi legó, vagy mint anyuka fog, amikor szájzárat kapik. Hát a mai csávóknak sincs kedvük, ugye, így nősülgetni. Hát minek? Minek, érted? Az anyjuk most főz, takarít rájuk ingyérbe. Hallottam olyanról is, hogy 40 éves, érted? Az még mindig az anyja mossa a haját. Tényleg. Víz nélkül. Hát mert rá volt írva a samponra, hogy száraz hajra. Hát na, érted, hát ezekhöz képest az én kálmánom egy igazi férfi állat, na? Amely neki zsíros a haja. Na gyerekek, azt kiderült, hogy anyuka saját magának szeretne egy májusfátot. Hát, ha azt mondja, hát, ha lesz valaki olyan szerencsés, hogy megkérheti az ő kezit. Na, hát köpni nyerni nem tudtam. Jó, hát lenyeltem, amit akartam mondani. Hát persze, hogy van a kertünkbe fa, de ahhoz nem lehet hozzányúlni. A uram szent helye. Ottan szokott imádkozni a jó termésért. Hogy hallod, átöleli, cokogassza, becézgeti, felsorolja a nevüket, hogy azt mondja, szilvácskám, megyecském, barackocskám, csak mindegyik után hozzatetszik, hogy pálinka. Mert nálunk pálinka fa van, érted? Pálinka fa. De az anya úristenit, érted, hiába van így bekupakolva, annak olyan rettenetes a szaga, hogy gyereke kiájul belőle még a muslica is. Hallod, hát a Berci fia megvakult tőle. Onnan tudom, hogy ez a kis Berci, ez DJ. Azt hallom ám, azt kiabálja, nem látom a kezeket, fiatalok. Na, szereztünk fátot, na most úgy azt föl kell ám díszíteni. Csak nem gondoljátok, hogy elmegyek majd a méter áru boltba, az drága pénzé veszek szalagot, hát egy nagy lótúrót. Per, okosba, anyuka kötényeiről levágtam a kötőjét, de rája aggatunk mi mindent, amit tanáltunk. Demizsont, fél pár gumicsizmát, Lukás zokniát Kálmánnak, Pecadamil, Tundra bugyit. Hát így felállítottam nagy nehezen én természetrajz a fát, csak úgy lengedezett rajta a fél hektáros tundra bugyogó a szélbe. Érted, akár egy ilyen meteorológiai ballon. NASA is fotózta minden. Már 5 napja kinn ül anyuka, hallod? 5 napja kinn ül anyuka a május fa alatt. És árulja saját magát ott. Ha még arra se jön be, hogy megborotváljam. Hát, ilyen szakállal én nem tudom, hogy ki fogja elvenni. Bár Dezső bácsi egy ideje nézegeti. Hát egy idő után oda is ment hozzá, azt megszólította. Te vagy az? Hát azt mondták, meghaltál.
Istenem, de jó újra látni téged, Béluska! Az internet mindenkiből sztárt és legendát csinál, de az esetek többségében megvárják, míg az illető meghal. A gyászhíréig ismeretlen színész rögtön legendás sztárra avanzsál, pusztán csak azért, mert pár filmben ő állt háttal a főhősnek, vagy ő volt az, akit már az első percben lelőttek. Ennél azért többet ér egy epizód színész, de hogy mennyivel, az kiderül Sinkó Péter az Epizód színész naplója című írásából, melyben az epizód színész Görög László. Január 18. Késtem az olvasó próbáról. Nagy sálat kötöttem, halkan sutogva beszéltem, fáj a torkom. Nem csodálom. Az este egész egyszerűen nem engedett le a közönség a színpadról. Ötször kellett ismét elénekelnem a dalt, amit a sírásó jelenetben énekelek, hogy ás, ás, ne csak nézz, ne csak nézz, ás, ne csak nézz, micsoda siker. Miután kifizettem a szokott büntetést, ugyanis Shakespeare nem írt dalt a sírásó jelenethez, hazamentem és hagymateával ápoltam a torkomat. Fenyőves igazgatóm úr kiosztotta a szerepet az új darabban. Felháborító. Egy öreg kocsist hozok, mindössze egy nyúlfarknyi szöveggel. A kocsi előállott. Ebből kell magamat megcsinálni. Nehéz dolog, de nem reménytelen. Január 27. Visszafogottan próbáltam egész héten. A kevés szövegnek megvan az az előnye, hogy koncentrálhatok a körülményekre. Szóval az a szituáció, hogy az öreg báró, ezt kellemen hozza, de nagyon gyengén, egy vén, impotens öreg ember és haltoklik. Emberfeletti erővel még egyszer felöltözik, frakba bújik, és mint egy halála előtti búcsúként elviszi fiatal feleségét, a gyönyörű Zolnahegyi Ilkát operába. Remegő hangon szólítja a kocsist, tehát ez vagyok ugye én, és közlöm, hogy a kocsi előállt. Sajnos a második emlékpróbán figyelmetlen voltam, és bepillantást engedtem a lapjaimba. Ugyanis értelmeztem a szerepet, és ezt, mint köztudott, csak az előadáshoz szabad. Eljátszottam, hogy a fiatal feleség és a kocsis között szerelem dúl. Túl vannak már az éjszakánkénti szobába surranásokon, a függöny mögötti csókokon, a takarítófülkék homályában való mámoros ölelkezéseken. Egyenesen a Zolnahegyi Ilka szemében néztem, majd magamra, szinte felkínálkozva a szerelmesek finom humorával. A kocsi előállt, asszonyom, mondtam eléggé kétértelműen, különösen megnyomva az előállt szó második felét. Hát minden volt ebben. Végjáték és tragédia, eposz és líra, és nem utolsó sorban bohózat, miszerint a kocsis még képes az előállásra, nem úgy, mint vénséges ura. Hát a rendező az magán kívül kiabált, és letehetségtelenezett. Ő mondta rám, hogy tehetségtelen, aki indiai népmeséket állított színpadra arab jelmezben. Na, mindegy. Majd meglátjuk, ki a tehetségtelen. Február 22. Tájra mentünk. A vidék mindig jó talaja a kísérletezésnek, részint a rendező nem jön, másrészt a közönség is fogékonyabb. A ma esti előadásra a szövegem így hangzott. Bocsánat a zavarásért, de be kell jelentenem. Minden nehézséget legyőzve, utasításainak megfelelően intézkedtem, és most már nyugodtan kijelenthetem, a kocsi, amely előállott, tiszta, befogtuk a két új lovat, amelyet a múlt héten méltóztatott vásárolni, méltóságos uram. A többiek élvezik a mókát, most már estéről estére várják, hogy mit fogok mondani. Március 2. 40. előadás. Nagy nap a mai. Ma este először a jelenet nem a haldokló öregemberről szólt, hanem a kocsisról.
A közönség egy egész felvonáson keresztül már nem azon izgul, hogy az öreg báró meghal-e az operában, vagy sem, hanem azon, hogy a kocsisnak sikerül-e előállítani a kocsit, vagy sem. Azonban egy megnyert felvonás még semmit sem jelent. Nekem az egész darab kell. Szívszorongva várom március 14-ét, amikor a szülőfalumban fogunk fellépni. Az égi hatalmak, remélem, velem lesznek. Március 14. Felháborító, hogy milyen emberek vannak. Kelemen tönkretette a darabomat. Az történt, hogy kitaláltam, hogy tulajdonképpen a kastély tulajdonosa nem az öreg báró, hanem a kocsis. Csak elkártyázt egy mámoros éjszakán az egészet, feleségestül, komornyikustól, intóstól. És ott maradt kocsisnak, hogy fenékig kiígya a szenvedés poharát. Micsoda dráma, micsoda dramaturgia, micsoda jellemábrázolási lehetőségek. És az egésznek a csúcspontja a szülőfalum. Még azt is megszerveztem, hogy csatárlánc ment a templomig, hogy amikor a szírre lépek, megkonduljon a harang. Ott álltam a színfalak mögött kissé megszaggatott, véres ruhában, ugyanis megharapott a hajdani kedvenc lovam, és vártam a végszót. Fájdalmas arccal léptem színre, és akkor az a szemét Kelemen rám nézett, és azt mondta, ahogy látom, előállt a kocsi, indulhatunk. És elindult kifelé a színpadról. Azonnal kellett cselekednem. A nagy színész jellemzője a gyorsaság, a penge éles gondolkodás. Azonnal Kelemen elé álltam és felkiáltottam. Nincs kocsi, méltóságos uram, hallgassa meg, mi történt. És remegő hangon elmondtam, hogy a hajdani kedvenc lovam, az ördög, megfázott, és lázálvában ismét átélte a régi jelenetet, amikor én kimentettem az égő házból. Úgyhogy elszakította a kötőféket, és elszabadult a nagyvilágba, úgyhogy nincs kocsi. Kelemen zavartva pislogott, hogy mi lesz most. Nincs kocsi, mondta a kissé urai tivadarosan, de van remény, keríthetek. Ugyanis régi barátom, a szomszéd báró, akinek egyszer az életét mentettem meg egy rókavadászat alkalmából, hát kérek tőle kölcsön, ha kell az életem árán, de hozok kocsit. A falu felállva tombolt, és a vállukon vittek a kocsmáig, ahol ezen az estén mindenki a vendégem volt. Befejezem az írást, mert fel kell még hívnom a nyomdát a plakát ügyében. Szedjék nagyobb betűvel a nevemet a többieknél, és tegyék előre. Eléggé ilyen introvertált, morózus járókelő hírében állok, tehát hogyha megyek az utcán, akkor gyakran hallok ilyen hangokat, hogy mivelsz, hogy kicsit vidámabban próbálok én vicces lenni, mondjuk sokszor átmegy ilyen gimnazista szivatásba. Most nemrég ki volt írva egy használt cikkboltnak a kirakatára, hogy készpénz, azonnal bementem, és nem adtak. Mondom, miért nem ad készpénzt, ha ki van írva? Hát én így tudok hozzáállni humorosan ez a világhoz, de hát tényleg ezt sokan inkább ilyen szivatásnak veszik. Nádas György, Szivassuk egymás gyerekek című jelenetében Tünci, Balsai Móni, Táltos, Görög László, Csumpi, Kerekes József, Szomjas, Nádas György. Figyú, azt hallottátok, hogy szegény harmadik Károly király rögtön a fogászaton kezdte az uralkodását? Jaj, Tünci, időben figyelmeztetlek, ma nagyon nehéz napom volt, kérlek, kímélj meg az ostobaságaitól. Én figyelemmel végignéztem a beiktatási ceremóniát, de szó sem volt fogorvosról sehol sem. Pedig isti bizi, a neten olvastam szó szerint, hogy a harmadik Károly szombaton koronát kapott. Szegény. Mi azt is írták, hogy régóta várt már rá. Hát biztos, hogy nagyon fájhatott neki. De már csak azt nem tudom, hogy vajon gyökérkezelést is kapott. Tünci, te olyan egyszerű vagy, mint egy ballonkabát. Te is tudhatnád, hogy aki koronát kap, annak aznap nincs gyökérkezelése.
Ezt úgy is mondom, mint önkéntes véradó. Na, te aztán meg hogy adhatsz vért? Amint megcsapolnak, lángra gyullad a műanyagcső a véralkohol szintettől. Állítólag Harryt meg el akarták dugni. Azért dugták a hátsó sorba, hogy nehogy összebalhézzon a tesójával, a Vilmossal. Igen, mert Vilmos egyedüli gyerekként nevelkedett, ami eléggé rosszul esett az öcsének. Ti is észrevettétek, hogy Harry, miután elvette feleségül a Megant, egy kicsit kikerekedett? Hát persze, mert azok a férfiak, akik a házasság után meghíznak, előtte nem szerelmesek voltak, hanem éhesek. Te Szomjas, te is elég kerek vagy mostanában. Azt ajánlom, hogy vagy fejezd be a piálást, vagy legalább hagyd el a fehér kenyeret. Semmi gond. Tegnap is a buszon felejtettem. Én évek óta tartom a súlyomat. Esténként például csak egy medvesajtot eszek. Na hát, Tüci, minden tiszteletem azoké, akik a medvesajtot készítik. De miért tiszteled a medvesajt készítőket? Hát azért a medvét megfejni nem lehet egyszerű. Szomjas, te szörnyen hülye vagy. Biztos, hogy volt szellemi fogyatékos a családodban. Képzeld el, hogy volt. Jaj, tényleg? Az egyik nagybátyám mindig alkoholmentes sört ivott. Menj a fenébe a hülye vicceiddel. Ugyanolyan vagy, mint a focilabda. Hogy? Minden nap a kapuban látlak, berúgva. Tünci, hallom, tegnap balesetért. Jobban vagy? Jaj, képzeljétek, megégettem mindkét fülemet. Mi a kettőt? Hát azt hogy csináltad? Épp vasaltam, amikor megszólalt a mobilom, és véletlenül a vasalót tartottam a fülemhez. De a másik füledet csak nem a vasalóval égetted meg. De igen, mert utána fel akartam hívni a mentőket. Tücike, jobb lett volna, ha a plasztikai sebész hívott fel a vasalóval, bár ilyen komoly melót talán ők sem vállalnak józanul. Viselkedj már te, büdös bunkó! Gyerekek, inkább azzal foglalkoztátok, hogy 175 éves a Magyar Honvédség. Kiállítás is van, meg lehet nézni. De olyan biztos nincs ott, amit én láttam Párizsban, a Louvre-ban. De jó, azt én is imádom. Te mit láttál? Ritkán láthatod, de nekem megmutatta. Nyugd már ki! Mit? Napóleon gyerekkori koponyáját. Tűnjél innen, te ostoba! Hát hogy mondhatsz ilyet? Te nem tudod, hogy én ki vagyok? Majd te meg tudod, hogy én ki vagyok, hogyha megmondom, hogy ki vagy. Hát miért? Ti kik vagytok? Na semmi, de én ki vagyok. Ha, nyugodjon le mindenki. Na, képzeljétek, a kiállításon, a bálnában van fegyversimogató is. De vigyázzak a gyerekekre, úgy van kitalálva, hogy a fegyvert elsütni, azt nem lehet. Kézbe venni, azt igen. Olyan nálunk is van ott, hogy... Hol? Paplan alatt. Elsütni azt nem lehet, de simogatni igen. Hát ki is nézem belőled. Te annyit iszol, hogy már arra sem emlékszel, hogy milyen egy igazi nő. Halló, fiúk, itt vagyok. Szerintem, Szomjas, te már egyébként is Alzheimeres vagy. Nem emlékszel semmire. No, de fiúk, lányok, inkább vagyok Alzheimeres, mint Parkinsonos. Miért? Inkább felejtsem el kifizetni a sörömet, mint hogy kilötyögtessem. Most a konyha művészet terén jelentős és behozhatatlan hátrányokkal élek, és aztán kénytelen vagyok rendre az utcán és kisvendéglőkben, kifőzdékben ebédelni. Nemrég bementem egy ilyen kifőzdébe, rá volt írva, hogy nagymama konyhája, az ott látható ételekből ítélve valóban. Gyakorlatilag a legtöbb étel már megvolt akkor, amikor még az épület se volt. Horváth Tibor gasztroabszurdjában is vannak hasonló helyzetek, aki pedig tálalja, Kerekes József.
Mindjárt dél, mondja Amundsen, majd befordul a sarkon. Az étterem konyhájában nagy a sürgés, korgás. Valaki egy 500-ast csúsztat a főszakács zsebébe, beteszi a pénzét a séfbe. A tűzhelynél parázsvita. Miért áll ilyen ferdén ez a hús? Mert a recept szerint 270 fokon kell sütni. A kukta a konyhalány hátán állva épp húst pácol fűszeres sóslében. A szakács kérdőre vonja. Hát te mit csinálsz? Nem érem fel a konyhapultot, ezért marinálok. Valaki panaszkodik. A fene egye meg. Már fél órája melegítem ezt a fazék vizet, de még gőzöm sincs. Mire a társa? Szerintem azért készül olyan lassan a húsleves, mert csigatészta van benne. Hatalmas robaj. A konyhai kisegítő a fali szekrényből magára rántja az összes evőeszközt. Törölgetni kezdi a ruháját. A francba! Merő kanál lettem! A raktárban megvadulnak a fazekak, de szerencsére akad még néhány kezes lábas. A főszakács a tanulókat oktatja. A süteményt mindig nagyon óvatosan tegyétek a sütőbe, mert vigyázni kell a tepsi épségére. A cukrász kiábrándultan motyog magában. Utálom ezt a munkahelyet. Itt folyton csak a kavarás megy. Én már 20 éves koromban 3 csillagos voltam, dicsekszik a séf. Michelin? Nem, szakaszvezető. Egy kukta lohol be lihegve. Mi történt? Kérdezik tőle. Semmi, csak megfuttattam a hagymát egy kis zsíron. A konyhalány mosogatás közben jövendőt mond az étkészletből. Tányérjóslás. Lemondják az egyik köretrendelést. A kisegítő dühösen kijönti az egészet. Hiába főtt krumpli. A főszakács büszkén mutatja meg a tanulóknak a konyhakertet. Mi kizárólag saját termesztésű, friss alapanyagokat használunk. Itt a salátaterem, ott a káposztaterem, ebben a sportszerekkel teli helyiségben pedig a tormaterem. A szakácsnő fokhagymákat szed ki a kontya alól. Rémülten felkiált. Gerezd el a hajam! A séf kezében pumpa. Úgy látszik, valaki rendelt egy felfújtat. Az egyik tanuló észreveszi, hogy otthon felejtette az ebédjét. Kezében az üres edénnyel felsóhajt. Végre eljött a semmit evés ideje. A szakács könnyezni kezd. Mi a baj? Semmi, csak fodor ment a szemembe. Elkészült a tejfeles hús. A kukta örömében odaköszön a köretnek. Cső, tészta! A séf a konyhalány hasára tesz egy tányért. Egyik kezével eltakarja a tartalmát, a másikkal pedig lapátolni kezdi az ételt. A kollégája gúnyosan megjegyzi. Fogalmam sincs, mit eszel ezen a lányon? Lassan záróra. Váratlanul betoppan az étterem tulajdonosa. Mindent végig kóstol, de nem ízlik neki semmi. Az egyik kuktánál betelik a pohár. Rájön, hogy most végre feltűnés nélkül beszólhat a főnökének. Felszúr egy frissen sütött húst egy villára, odalép a tulajhoz, majd megszólal. Ezt kóstolja meg, főnök, de vigyázzon, mert még forró. Jobb, ha előbb megfújom. Így mi? Most már nyugodtan bekaphatja. Móricz Tamás rendszeresen jelentkezik 5 másodpercesek című villámtréfáival, úgyhogy következzenek most az én 5 másodperceseim, amolyan hangulat csinálónak. Íme az első, felhívás. Utalja át adója 1%-át az állatmenhelynek, a maradék 99%-ot meg nekem. A félénk.
Bementem egy szobába, ami tele volt tükrökkel. Megmondom őszintén, jó érzés volt ennyi ismerős arcot látni. A színész interjúja. Apám végtag protézisekkel ügynökölt, és emlékszem, kézzel lábbal tiltakozott az ellen, hogy színész legyek. És végezetül, atlétika. Kedves nézőink, ma este a kalapácsvetés új világrekordjának áldozataira emlékezünk. Jöjjenek akkor élesben Móricz Tamás 5 másodpercesei, valamint annak előadói, Balsai Móni, Kerekes József és Vida Péter. Kezelés. Doktor úr, azt mondta, álmatlanság ellen kezdjem el számolni a bárányokat. Így van. Megvan. 127 darab. Mi a következő lépés? Megélhetési bűnözés. Fel a kezekkel! Ez egy sajtrablás. Tegye a táskába a kisebb csomagolású, drágább sajtokat, és ne is próbálkozzon azzal a nyomkövetős büdös sajttal. Érdeklődés. A fiaddal mi van? Fodrásznak ment. És? Ügyes? Nem, most mondom, hogy fodrásznak ment, elütötte. Kockázat. Hallom, újból elkezdtél tőzsdézni. Hát igen, olyan ez, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni? Dehogy, rohadt nagyot lehet zakózni. Diagnózis. Jóskáról mit tudsz? No, meghalt. Ja, Istenem, mi vitte el szegényt? Hát a halott taskocsi. Pszichiáternél. Mi a panasza? Nem hallok hangokat a fejemben. Na hát, örüljön neki. Ez azt jelzi, hogy ön teljesen normális. De én tudom, hogy ott vannak bent. Csak direkt kussolnak, hogy bosszantsanak. Történelem. Játékfilm készült koppányvezérről. Az alkotók a művet stílusosan 4 részre vágva mutatják be. Beolvadás. A tek veszélyes bűnözőt fogott el. Egy csillámpóni figurák a gyártó üzemben. Az akciót a kommandósok terepszínű ruhában, azaz strasszokkal kirakott rózsaszínű sejem otthonkában hajtották végre. Közlekedési morál. Egy biciklis majdnem alám esett, egy barom nem adta meg a jobb kezet, egy másik idióta pedig elkezdett előttem büntetőfékezni. Úgy, hogy félreálltam és kitettem a kiakadás jelzőt. A kikapcsolódás utáni vágy általában nem találkozik a realitással. Eltervezzük, hogy majd egész nap keresztrejtvényt fejtünk, elolvassuk végre az egri csillagok maradék 100 oldalát, amit még negyedikben adtak fel. És nem főzünk, nem mosunk, nem takarítunk. Ehelyett reggel 6-kor felkelünk, mert az apartmanban nincs ellátás, és irány a bolt, ugyebár. Aztán főzés, takarítás, mosás, majd este fáradtan lefekvés. És itt van még egy változat, a manapság oly divatos, aktív pihenés. Ehhez a kifejezéshez valószínűleg a labdarúgásban használatos győzelemmel felérő veresség adhatta az ötletet. Az aktív pihenés, ez az oximoron még a költőknek sem jutna eszébe, annyira gyilkos gondolat, mert nálam az aktív pihenés maximum abban teljesedhet ki, hogy mondjuk gyorsabban eszem a kürtös kalácsot. Vagy mondjuk két lábbal pumpálom a gumimatracot. Esetleg szélirányjal szemben fekszem a parton. De aktív lehet a pihenés egy afrikai országban is, ahol sokszor, ha akarjuk, hanem futni kell, mert a gepárd elég gyors és éhes állat. Ide kalauzol el most minket Kövesdi Miklós Gábor jelenete, melyet előadnak Kerekes József és Vida Péter. Mondja, mi az ott? Hol van a... Ott. Az egy oroszlán? Nem, van az egy tehén. Tehén? Igen, van a... De ha az tehén, miért teszik a döglött zsiráfból? Mert éhes. Hát én úgy tudtam, a tehén növényevő. Ó, van a Afrika mitikus hely, itt semmi se lehetetlen. Hát, az biztos, hogy zsiráfevő tehénre nem számítottam. De az nem zsiráf. Ha nem? Nem jut eszembe. Na jó, segítek. Hosszú nyaka van és foltos. Megvan, majom.
Na jó, az ott mi? Nem az a tehén? Nem, az oroszlán. Hát akkor nem kéne elfutnunk? Á, teljesen ártalmatlan, csak füvet eszik. De hát szarva van. Szarva. Akkor tényleg oroszlán. Au! Valami a fejemre esett. Esni le fáról, érett gyümölcs. Á, értem. Biztos egy majom dobta le. Nem, az nem majom, az zsiráf. Ne bosszancson. A zsiráf nem tud fára mászni. De afrikai zsiráf tud. Létezik olyan zsiráf, ami nem afrikai? Igen, kínai. Csak az nem foltos, hanem pottyos. Na, ide figyeljen. Maga szórakozik velem. Az az állat ott a fán egy majom. Tényleg? Na, igen. Az meg ott nem egy szarvas oroszlán, hanem egy tehén. Hát, nem kizárt. Na jó. Az a tetem a földön pedig nem egy majomé, hanem egy zsiráfé. Nem áll birtokomban bizonyíték az ellenkezője igazolására. De hát miért hazudott? Nem, én nem hazudtam, csak átcsoportosítottam a tényeket. De miért? Hogy elkerüljék a nagy pánikot. Oh, szerintem maga nem is benszülött vezető. Igen, nem. Én joghallgató vagyok nyári munkán. Most akkor meg fog verni? Nem. De miért? Eddig mindenki megvert. Egyszerű. A zsiráfevő tehén a száját nyalogatja, és minket méreget. Úgyhogy futás! Akárhová megyek, mindig repülővel megyek. Jó, mondjuk a postára meg a piacra nem, de külföldre mindenképpen. Mindig az van kiírva, hogy közvetlen járat, mindig felszállok, és soha senki nem szól hozzám. Ha mitől lenne közvetlen járat? Mindenki olyan mogorván ül magában. Egyszer megnevettettem egy stewardess-t, mert hosszabb repülő úton így felálltam kinyújtózni, azt mondja, tessék le, nem csókolom, egy megállót megyek. Maksa Zoltán hajóval szeret jobban utazni, földközi tengeri hajóút című művét előadja saját maga, azaz Maksa Zoltán. Sokat kérdezgetik manapság, mivel foglalkozom, miből élek, úgyhogy hát úgy döntöttem, elhozom a jelenlegi fő munkahelyemet önöknek bemutatni. Úgyhogy tisztelettel köszöntök mindenkit, francia tulajdonú utazási irodánk a Prevenus Ovangé nevében. Cégünk igen hosszú múltra tekint vissza, jelenleg az 1926-os Kajmán-szigeteki megalapítás óta a 23. néven áll a kedves utazó közönség rendelkezésére. Szervezünk városlátogatásokat, vízparti programokat és különböző túrautakat, általában az előző turnus megkeresésére. Specialitásunk azonban a földközi tengeri hajóutak szervezése, melyhez tengerjáró hajónk minden luxus igényt kielégít, elsősorban természetesen a személyzet számára, hiszen ők tartózkodnak folyamatosan a hajón. Amíg a kabaré műsor folytatásához az újabb magnószalagot befűzik, hadd ajánljak önöknek néhányat hajóútjaink közül, csak tényleg így susmusban, titokban. Alapvetően kétféle utat kínálunk, az egyiket, ha a hajó horgonyát sikerül felhúzni, és a másikat, ha nem. Szerintem kezdjük az utóbbival. Karib-tengeri hangulat nélkül. Ezen az egyhetes programon nem érintjük a karib-tengeri szigeteket, és magát a tengert sem, hanem egy kikötő ideavetítésen cégünk kisebbik tengerjáróján, a Costa Jánoson, a... Nagy teremben lehet megtekinteni a rendkívüli szigetvilágot maori nyelvű idegenvezetéssel 102.000 forintért. Kettő, Andalúzia szürkehályogon át. Ez a programunk megegyezik az előzővel, csak a diaképeket egészen közelről mutatjuk meg a résztvevőknek. Emiatt egy kicsit drágább, 114.000 forint. Olcsó hajós körutazások. Ebben a kategóriában olyan útjaink találhatók, amikor egy kisebb motorcsónakkal 3x-4x körbevisszük a kedves jelentkezőt a végleg lehorgonyzott nagyobb hajó körül. Legolcsóbb ajánlatunk,
Csak mi a személyzet megyünk el egy földközi tengeri egy hetes. Hajó útra. És elmeséljük önnek, milyen volt. Természetesen gondoltunk anyagilag jobban eleresztett, utazni vágyó, kedves állampolgárainkra is középkategóriájú utak következnek. Ezeket arra az esetre ajánljuk, ha nem sikerül felhúznunk a horgonyt, de a kedves utas mégis ragaszkodik a hajóúthoz. Első út, velencei körutazás lassan süllyedő csónakban. Ezt az utunkat olyan szerelmes pároknak ajánljuk, akik rendkívül gyorsan tudnak egy-egy sörös korsóval vizet kimerni egy olyan csónakból, aminek a végét ráadásul még egy, az X-faktor első fordulójában nem véletlenül kiesett olasz énekes gondolás is terheli. Második ajánlatunk. Cápa támadás egy alpesi jodli zenekar koncertje közben. A hajóba való beszálláskor oldalt egy papírtömbből időpontot kell tépnie azoknak, akik váratlan cápatámadás áldozatai szeretnének lenni. A letépett időpontok alapján SMS-ben értesítést kap az illető a regisztrációról. A cápa egy napra csak 5 támadást vállal, mert elmúlt már 40 éves. Így elképzelhető, hogy nem kerül mindenkire sor. A szerencséseknek viszont e-mailben rövid kérdőívet küldünk arról, hogyan és milyen testrészen szeretne megsérülni. Harmadik utunk. Jogosítvány csere a földközi tengeren. Tengerjáró hajón kormányablakkal van felszerelve arra az esetre, ha önnek a hajóút közben járna le pokmánya. Na de most jön a lényeg, a luxus kategóriájú hajóutak. Első kínálatunk. Triest, Brescia, Mohave-sivatag, Katar, mindössze 280 ezerért per kabin. Ilyen áron sehol a konkurenciánál nincs egy hetes tengeri hajóút, ami sivatagban végződik. Hajónk neve Fatal Arithmia, 12 000 lóerős gőzgép hajtja fából készült kazánokkal, hogy könnyebb legyen. Ezek az úgynevezett egyszer használatos kazánok. A személyzet 24 fő, ebben követtük a magyar üzleti modellt, mert ebből egy matróz, egy gépész, egy felszolgáló és 21 kapitány. A hajón megtalálható minden, ami az otthonra emlékeztet, reggel 6-tól a főfedélzet aszfaltozása kezdődik. A B-fedélzeten levő automata tekepálya a szakáshoz hasonlóan szintén egy tengeri vihar alkalmával veszítette el a golyóit. Van egyébként még masszázsszalonunk, ahol a tájmasszázs tájkártyával vehető igénybe. Fitness termünk, ami úgy lett megépítve, hogy a szobakerékpárok tekerésével a hajó haladását is segíthetik a vendégek. Ekkor természetesen a gőzturbinák lekapcsolnak. A kabinjaink 3 félék. Az alapkabin alapterülete 2 négyzetméter, a mennyezetén 1-1 kapaszkodóval. Ezt kínáljuk önöknek 280 ezer forintért. Plusz 10 000 forintért per fő tudunk ablakot adni hozzá, melyet a raktárban átvehet a kedves utas, és a kabinban oda akasztja, hova sikerül. A középkategóriás kabin már alapból tartalmaz ablakot, mely a szomszéd kabinra néz. Ebben a kabinban már ágy is van, mely felcsukható, így nappal nem foglal helyet. Este lefekvéskor egy 20 eurós érme bedobására nyílik le, majd úgy van időzítve, hogy 20 perc elteltével ismét felcsukódik. Tehát érdemes elegendő érmével érkezni, ha az egész éjszakát végig akarják aludni. A kabinban ezen felül található még egy WC az ágy alatt,
de a hullámzás miatt fixen van rögzítve, tehát ha a kedves utas nem végez időre is az ágy lecsukódik. A jó Isten irgalmazzon neki. Mindezen kellemetlenségek elkerülésére ajánljuk luxus kabinjainkat, ahol természetesen a mosdó és a WC már külön helyiségben kapott helyet, a mosdó a kabinsor folyosójának végén, a WC onnan körülbelül 300 méterre az elfedélzett tatjánál található, de ha egy tengeri vihar közben elszakadnak a rögzítő kötelei, akár az önök kabinja előtt is felbukkanhat. Így, ha a kopogást hallanak, ajánlatos mindig előbb megkérdezni, hogy ki az. Egyébként a legbiztosabb viharjelzést a felszolgálónk biztosítja, aki mesztelen testén egy szál köténykével az étkezőasztal mellé állva mozdulatlanul is képes előrejelezni a cunamit. Végül még annyit, kedves leendő utasaink, sajnos az tény, hogy mentőcsónakot csak 75 ezer forint per fő áron tudunk biztosítani, ha marad hely a személyzet kimentése után, de akkor is csak maximum 500 méter távolságra tudunk vele eltávolodni a süllyedő hajótól, és csak egy óra várakozásra, utána a bennülőket vissza kell vinnünk a hajóhoz, hogy mások is eltávolodhassanak. Várjuk jelentkezésüket. Jelszavunk, nálunk nem csak a tányér, a szalvéta és a pohár a fogyóeszköz, hanem az utas is.